Sziasztok, kedves nézőim! Ázsia erdőinek mélyén él egy nagyon félelmetes hírű rovar, amely amikor csak kirepül a fészkéből, mindig vadászatra indul. Rövid élettartama ellenére évente átlagosan 40 halálesetért felel. A darazsak szárnyas seregét nehéz nem meghallani, viszont annál nehezebb elbújni előlük. Mai videónkban az ázsiai óriás darazsat mutatjuk be. A faj neve Vespa mandarinia. Képviselői a darazsak családjának egyik legnagyobb és legveszélyesebb faja. A hatalmas rovar testhossza meghaladja az 5 cm, szárnyfesztávolsága pedig elérheti a 7,5 cm. Az állat éles karmokkal, erős állkapoccsal és összetett szemekkel rendelkezik, melyekkel folyamatosan képes követni áldozatának legkisebb mozgásait is. A Vespa mandarinia 6 mm hosszú fullánkján keresztül fecskendezi be a mérgét a prédájába. Ha a méreghez hozzáadjuk magas agresszivitását és fejlett szociális képességét, akkor rögtön világossá válik, miért olyan rossz az ázsiai darázs hírneve. A faj nem csak Ázsiában él. Indiától Japánig előfordul a legnagyobb kontinensen, de 2019-ben Kanadában és az Egyesült Államokban is találtak a faj képviselőiből példányokat, mivel a hangyákhoz és a méhekhez hasonlóan a darázs kolónia is egyetlen organizmusnak tekinthető, amely szinte mindig rendületlenül halad választott célja felé. Az óriás darazsak mindössze 6 hónapot élnek, de ez alatt a pár hónap alatt nagyon sok mindent képesek megvalósítani. Minden áprilisban kezdődik, amikor a lombok alól előbújva felébrednek az ázsiai darázs királynői, amelyek késő ősszel, közvetlenül a párzás után hibernálják magukat az esős évszakra. A királynőnek tavasszal egy feladata van – felnevelni a hadsereget. Először is meg kell találnia a megfelelő helyet. A darazsak általában üres fákba, öreg tuskókba vagy a föld alá telepítik fészkeiket. A legfontosabb faktor a nap, a szél és a csapadék elleni védelem biztosítása. A királynő védelmi célokra korhadt fadarabokat használ, amiket nyállal összekeverve egyfajta papírszerű anyagot képez. Az épített fészek általában egy fordított tál alakjára hasonlít, amely egyébként jellemző formának tekinthető a darázsfajoknál. Amikor az első szakasz befejeződött, minden sejtbe egy tojást rak a királynő, amelyből csak harcos nőstények kelnek majd ki. A királynőnek az első lárvák nemzedékét folyamatosan táplálékkal kell ellátnia, mert rajta kívül ezt senki más nem képes megtenni. A királynő ezért megállás nélkül dolgozik, naponta hordja a táplálékot a lárváknak és építi tovább a fészket. A lárvák a születésük után 2 héttel már készen állnak az átalakulásra és sejmet kezdenek el kiválasztani. Újabb 2 hetet követően éles szarvaikkal belülről átmarják a sejmet és a kolónia új harcosokkal töltődik fel. A királynő ezután minden erőfeszítését a lárvarakásra tudja összpontosítani, hogy a kolónia még gyorsabban tudjon növekedni. A szülésben egyébként más darazsak nem segítenek neki. Minden egyes darázsnak saját magának kell kivágnia a maga kiáratát a fészekből. Nem ritka, hogy a darazsak beszorulnak egy nem kellő nagyságúra vágott járatba, és ott el is pusztulnak. Említésre méltó, hogy a darazsak nagyon körültekintően alakítják ki fészkeiket. Jó szellőzést biztosítanak otthonuknak, mert ha sok egyet tartózkodik bent, a hőmérséklet megemelkedik, ami a lárvák, sőt akár az imágók pusztulását is okozhatja. A fészek bejáratánál őrök állnak, akik szükség esetén szárnyaikkal levegő utánpótlást képesek biztosítani a bent tartózkodóknak. A darazsak sokszor épületeket vagy elhagyott autókat választanak fészeképítés helyszínéül. Az ilyen szomszédoktól bizony nem könnyű megszabadulni, mert amint a fészek közelébe érünk mi emberek, egy egész hadsereg repül ki ránk, hogy megvédjék otthonukat. Az ázsiai darázs egy rendkívül mérgező, mandorotoxin tartalmazó méreggel rendelkezik. Ez a méreg a véráramba kerülve tönkreteszi az idegsejteket és anafilaxiás sokkot okozhat. A darázs mérgében megtalálható még a bőrszöveteket roncsoló citotoxin is. A helyzetet súlyosbítja, hogy a darázs egyszerre viszonylag sok mérget juttat a szervezetbe. Támadás közben egy sajátos feromon szabadít fel, amitől a többi egyed újra és újra támadásba lendül. Coyote Peterson éppen egy óriás darázs támadásának következményeit mutatja be, és a látvány, valljuk be, egyáltalán nem kellemes. A fájdalom olyan erős, hogy a megtámadott személy azonnal a földre rogy. Nézzétek, milyen nagyra dagadt a keze! Rendkívül veszélyes egy raj közelében tartózkodni, valamint nagy rizikó megpróbálni gyorsan elmenekülni egy darázsfészekből kiszabadult mérges hadsereg elől, mert a mozgás csak jobban felhergeli a csíkos vadállatokat. Időközben a királynő már kellőképpen kifejlesztette birodalmát. Június-júliusra mintegy 50 dolgozó és akár 100 lárva is lehet a fészekben. A lárvák kamrái zsúfoltságig megteltek, és éhes szájakat látni mindenhol.
A lárvák ilyenkor elkezdik a falat kaparni, amellyel cselekvésre kényszerítik a darazsakat. Nem is lenne gond, ha idősebb rokonaikhoz hasonlóan növények és gyümölcsök levét fogyasztanák, de az ő esetükben a helyzet teljesen más. A lárvák csak és kizárólag húst esznek. A felderítők nap mint nap kirepülnek a darásfészekből élelemszerzés céljából. A darazsak akár 40 km per órás sebességre is képesek felgyorsulni, és akár 5 km-es távolságra is eltávolodhatnak a fészektől. A legjobb csemege, amit csak találhatnak, az az európai méhek kaptárjai. A darázs miután talált egy célpontot, feromonokkal jelöli meg azt, amely feromon alapján a főosztagnak már jóval egyszerűbb dolga lesz megtalálni a kaptárt. Az ellenséget megérző méhek a kaptár bejáratánál találkoznak a darazsakkal, de az erőviszonyok korán sem egyenlőek az ütközetben. A Vespa mandarinia darazsak ötször nagyobbak, mint a méhek, és sokkal agresszívabbak is náluk. A darazsak erős csápjaikkal könnyedén kettévágják a méheket, és szedik szét testrészeiket. A méhek csípései ezzel szemben nem sokat ártanak a támadóknak. Egy óriás darázs egy perc alatt akár 40 méhel is megbirkózik. Itt nincs esély hősködni. A bátor méhek azonban nem adják fel, és nem hátrálnak meg a veszedelmes ellenség elől. Egy ilyen mészárlás akár több óráig is eltarthat. Egy 30 darab darázsból álló különítmény akár teljesen elpusztíthat egy 30 ezer méhből álló kaptárt is. A mészárlás után fosztogatás kezdődik, majd megrágják őket, a belőlük készült fehérjeturmixot pedig otthon megetetik saját lárváikkal. A lárvák sem maradnak azonban adósok, mert táplálkozás után aminósavak keverékét választják ki, amely elengedhetetlen a felnőtteknek a szilárd táplálékok megemésztéséhez. Az egyik elmélet szerint a lárvák így motiválják a kifejlett rovarokat, hogy táplálékot szállítsanak nekik. Egy másik változat szerint rossz idő esetén, amikor nem lehet repülni, a lárvák így képesek táplálni a dolgozókat. Bárhogy is legyen, ez egy csodálatos példa a rovarok két formájának együttműködésére, amelyek egymás nélkül nem lennének képesek túlélni a természetben. Az előbb említett méhek európai méhek voltak, amelyek soha nem kerültek szembe ekkora méretű ellenséggel, és csak a 20. században kerültek el először Ázsiába. A japán méhek viszont évszázadok óta e veszély mellett fejlődtek, és ez alatt az idő alatt képesek voltak saját védelmi stratégiát kidolgozni. Amikor egy felderítő talál egy kaptárt, a benne lévő méhek nem várják a bejáratnál, hanem úgy viselkednek, mintha mi sem történt volna, és inkább visszavonulnak. Céljuk, hogy becsábítsák az ellenséget a kaptárba. Odabent a méhek a kaptár falain helyezkednek el, és csak várják a parancsot. Az egyikük támadása a jel, melyet követően a méhek azonnal rárepülnek a betolakodóra, és gyorsan mozgatni kezdik a szárnyaikat, megemelve a kaptár belső hőmérsékletét 46 Celsius fokra, amelyet egyetlen óriás darázs sem tud elviselni, és szó szerint megsül odabent. Habár meglehetősen problémás feladat ilyen módon megállítani a támadók teljes különítményét, általában a méhek képesek megbirkózni a felderítőkkel. Érdekes módon az európai méhek hasonló taktikát alkalmaznak, amikor egy közönséges darázs repül be hozzájuk. Ezek a méhek is a támadóra tapadnak minden oldalról, és a kaptár belsejében próbálják meg megsütni a betolakodót, majd a darázs testét is feldarabolják. Minden egyes ázsiai vagy közönséges darázs is nagyon bosszantja a méhészeket, mert támadásuk egész méhcsaládok pusztulását is okozhatja. A méhészek ezért gyakran csapdákat állítanak fel számukra a kaptárok tetején, melyeken reggelente ezt a képet látni. De nem csak a méhek a célpontjaik ezeknek a csíkos banditáknak, hanem más darázsfészkeket is szívesen megtámadnak, ha úgy tartja kedvük. De ezek a darazsak is agresszív, kitartó állatok, akik szintén nem adják fel, és ehhez hasonló csatákat lehet látni. A darazsak gyorsabbak és mozgékonyabbak, mint a méhek, ezért általában nem könnyű ellenfelek. A Vespa mandarinia a legagresszívabb darázsfajként ismert, az esetek 98%-ában győz, és még a sárga darazsak sem képesek ellenállni nekik, amelyek egy kolóniában akár másfél ezer egyedet is számlálhatnak. Egy rövid konfrontáció után egyszerűen elfogadják a vereséget és dezertálnak, hátrahagyva utódaikat. Még az egyes kolóniák között is gyakran vannak összetűzések. Az ázsiai darazsak nem vetik meg a gyengébb családok megtámadását, és akár teljes kolóniák tönkretételét sem. Ezúttal a betolakodók győztek, és épp egy idegen kolónia lárváit lakmározzák. Általánosságban elmondható, hogy az ázsiai darázs szinte minden más rovarra rátámad. Általában még a veszélyesnek mondható imádkozó sáska is a darázs prédájává válik, és gyakran meg is támadják őket. De ebben a küzdelemben nem minden egyértelmű elsőre. Fontos tényező, hogy ki üt először, mert ha az imádkozó sáska sikeresen megragadja a darazsat, akkor nehéz lesz kiszabadulnia a szorításából, és a zöld harcos azonnal megkezdi elfogyasztani új zsákmányát. Akár még az egerek is célpontjai lehetnek az ázsiai darazsaknak, és a velük szembeni küzdelemben nagyon agresszíven viselkednek.
támadásuk során rárepülnek az egérre és nem eresztik, folyamatosan szurkálják, és bár a darazsak kisvártatva azért elrepülnek, nem tudni, hogy az egér észhez tér-e újra egy ilyen akció után. Ezek után már semmi meglepő nincs abban, hogy a darázs megtámadhatja még a kabócát is, ami az egyik leghosszabb életű rovar. A kabóca akár 17 évig is elélhet, ha csak nem találkozik az ázsiai gyilkossal. Felelhető egy régi videó, amelyben egy ázsiai darázs egy skorpióval harcol. Nagyon aktív és folyamatosan próbálja megtámadni a skorpió mérgező farkát, így a skorpió szinte folyamatosan védekezni kényszerül. Meglepő módon a darázs kerül ki győztesen a küzdelemből. Az állat természetesen nem vetélytársa a császár skorpiónak, és a fekete harcos gyorsan meg is bosszult a rokonát. Nagyon erős páncéllal rendelkezik, amit a darázs nem tud átszúrni vagy átharapni, így nem volt mitől férnie a skorpiónak. A következő harcos egyáltalán nem fél a harapásoktól, sem az éles csípésektől, a darázs azonban mégsem mer leszállni hozzá a földre, és helyesen is teszi, mert amint a béka hozzáérne, azonnal le is nyelné. Ez a veszélyes ellenfél szinte szemrebben is nélkül elfogyasztja. Ahogy a mondás is tartja, nem te vagy, ha éhes vagy. Ennek függvényében most már ti is tudjátok, milyen házi állatot érdemes tartani, ha féltek az ázsiai darazsaktól. Videónk a darazsakról itt véget ért. Lájkoljátok, ha tetszett, és persze ne felejtsetek el kommentelni. Hamarosan újabb videóval jelentkezünk. Sziasztok!